koncertre olyan alatt hamis volt a gitárom, hogy Ákosnak vészhelyzetben húroznia kellett. Még nagyon nagy szerencsége, Günzberger Ákos nem csak gitáros, hanem gitárművész is. Ákos egy művész. Mindig kérem, hogy játsszon egy részletet valamelyik darabból, de soha nem akar. Nem játszol? Miért? Ez annyira hamis, hogy most hangolok egyet, addig viszont Ákos játszik egy részletet valamelyik darab. Hát beszélek már, az kínosabb tudom. Ákos szokott beszélni is. Igen, szoktam beszélni, de hogyha már így nagyon a Lacira húztuk fel az egész koncertnek az apogóját, amit azt szeretném meg is érszek, múltkor a Lacival, hát illetve a zenekarilag próbáltunk szombat délelőtt 10-től, ami szerintem az egyik legrosszabb időpont volt, de mi amikor kitaláltuk ezt, az ilyen hétköznap délután volt, és azt gondoltuk, hogy hát persze majd péntek este így visszafogjuk magunkat, és nem rúgunk be annyira. Hát én egykor jöttem el a Gyilkos nevű kocsmából. Verenek meg Laci még Gyilkos! Ott... Gyilkos! De a lényeg, hogy utaztunk hazafele a 74-es trollival, Lacival, bennem most nagyon csúnyán néz, hogy fejezem el. És Laci egyszer csak felsóhajtott egy óriásit, és annyit kérdezett tőlem, hogy Ákos, lesznek-e még szép napjaink? Én erre azt válaszoltam, hogy nem, de egyébként nem kérdeztem vissza, hogy Laci szerinted lesznek még? Megjelentik. Lesznek!